felmatricázzák a kukákat 60-ban. Aláírás gyűjtésbe kezdett a Jobbik. A vízről alkottak a gyerekek. Köszöntöm Önöket! Önök a 60 TV esti híradóját látják március 20-án pénteken. Vonalkódot kell ragasztani a kukákra 60-ban. A matricákat minden háztartásba elküldték. A hulladékszállító cég azt kéri a tulajdonosoktól, hogy ellenőrizzék a címkén szereplő adatokat. Ilyen vonalkódot kell felragasztani 60-ban a háztartásokhoz tartozó kukákra, a 60 és térsége hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi non-profit közhasznú Kft. Elküldte a 60-iaknak a matricákat. Egy értesítő levélben magyarázzák, hogyan kell elhelyezni a papírcímkéket. Ezen gyakorlatilag a lakos adatai vannak, célszerű ezt leegyeztetni, hogy egyezik-e a tényleges adatokkal, bármi probléma van, akkor a jelenlegi szolgáltató fele ezt jelezni kell, ha eltérés mutatkozik a címkén és a valóságban meglévő adatok között. A cég azt kéri a tulajdonosoktól, hogy minél előbb ragasszák fel a vonalkódokat a gyűjtőedényekre, ez alapján frissítik az ürítési címeket az új hulladékkezelési rendszerhez. Fontos, hogy pontosan szerepeljenek a háztartások adatai a nyilvántartásban. A kukákra a műanyag címkék már nem kerülnek fel. A tervek szerint ősszel a hulladékkezelési pályázat keretében a 60-iak kapnak egy új csippel ellátott kukát, amely nem azonos a szelektív gyűjtőedényekkel. Az új rendszerben azonosítható lesz minden kuka, és mérhető lesz háztartásonként a szemét mennyisége. A férfiaknak is megadná a lehetőséget a Jobbik, hogy 40 éves munkaviszony után nyugdíjba menjenek. Ingyenesen elérhető internetet szeretne a párt az országban. A bevándorlók és a háború ellen is felszólalnak. Országos aláírásgyűjtésbe kezdett a Jobbik. Négy témában szólították meg 60-ban a járókelőket. Tóth György, a párt helyi önkormányzati képviselője közölte, hogy azt szeretnék elérni, hogy a férfiaknak is legyen lehetősége 40 éves munkaviszony után nyugdíjba menni. Hozzátette, a statisztikák szerint az érvényben lévő rendszerben a férfiak jelentős része meg sem éri a nyugdíjas éveit. A munkanélküliségre is egyfajta megoldás lenne, hiszen a fiatal munkakeresőket, munkavállalókatnak lennének felszabaduló helyek, ahogy az idősek elmennek nyugdíjba, egy sokkal aktívabb, sokkal lendületesebb munkavállalói réteg kerülne a piacra, és nem kellene külföldön dolgozniuk. A Jobbik ingyenes internetszolgáltatás sürget, amely minden magyar háztartásba eljutna. Tóth György szerint ez a lehetőség a távmunkát és az elektronikus ügyintézést is fellendítené. A jobbikos politikus leszögezte, hogy egy kiszélesedő ukrajnai fegyveres konfliktusban Magyarországnak semlegesnek kell maradnia. Szerint elfogadhatatlan, ha az országon kívüli érdekekért magyar katonák halnak meg. Kiemelte, határozottan fel kell lépni az illegális bevándorlókkal szemben, ehhez pedig a határőrség visszaállítására van szükség. A Víz Világnapja alkalmából hirdetett rajzpályázatot a Széchenyi Zsigmond Könyvtár, valamint a Kodály Zoltán Általános Iskola. Az alkotásokból kiállítás nyílt az iskola emeletén. Tengerekben, tavakban úszkáló halak, csapból csöpögő vízcseppek és környezettudatos felhívások. A Víz Világnapja alkalmából vethették papírra gondolataikat a gyerekek. A Széchenyi Zsigmond Könyvtár rajzpályázatán bátran szabadon engedhették fantáziájukat. A beérkezett alkotásokból kiállítás nyílt a 60-i Kodály Zoltán értékközvetítő és képességfejlesztő általános iskolában. A legjobb rajzokat pedig díjazták óvodás és általános iskolás kategóriában. Kovács Petra Fanni alkotása és bekerült a legjobbak közé. Az én rajzom egy emberi kezet és a víz kezét ábrázolna, hogy próbálnak összeérni. Azt szerettem volna kifejezni, hogy az embernek fontos a víz, és hogy nem szabad szennyezni, és mivel én úszok, és létemem a víz idézőjelbe, én ezt szerettem volna ábrázolni. Anna művét is díjazták, ő a víz szennyezését örökítette meg, azt is elmesélte pontosan hogyan. Víz, vízet és ilyen szennyezés elsvízet, hogy ilyen plakonok vannak benne meg minden, és egy nagy hajót, amin állatok mennek. A Víz Világnapja alkalmából szervezett rajzpályázat megnyitóját a Kodályos Diákok műsora színesítette. Mert
Március 22-én vasárnap esküvő kiállítást szerveznek 60-ban a Nagy Endre rendezvényteremben. A házasulandók a nagy naphoz szükséges szolgáltatásokkal, a polgári és egyházi szertartás részleteivel ismerkedhetnek meg. Nagyrészt derült, gyengén felhős, napos száraz idő várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire plusz 2 és mínusz 3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között valószínű. Önök a 60 TV híradóját látták, most a Riporter című magazinunk következik, ha tehetik. Maradjanak velünk, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!